Sesztár Miklós nemzetfejlesztési miniszter maga címezte meg azt a képeslapot, melyet elsőként adtak fel a megújult Kisvárdai postán. A jelenlegi épületbe még 1914-ben költözött át a posta, miután a szolgáltatások bővülése miatt kinőtte korábbi helyét. A több mint 100 éves épület korszerűsítése már régebben szükségessé vált. Ez egy 100 éves patinás épület, ezért fontos volt, hogy megújítsuk. Ezáltal kényelmesebb, légkondicionáltabb, tágasabb, modernebb ügyfélteret kaptak az ügyfelek. A teljes külső-belső felújításra 229 millió forintot költöttünk, ami azt gondolom az ügyfelek kényelmére fog válni. A Kisvárdai egyes posta bonyolítja le a település postai forgalmának 70%-át, közel 250 ezer ügyfél fordul meg itt évente. A beruházás a zavartalanabb és hatékonyabb működés segíti. Régóta várnak már a kisvárdai polgárok, hogy a posta meg újuljon teljes egészében kívül-belül, és azt hiszem, hogy látva itt a képeket, az itt lévőket, egy teljesen megújult posta, ami úgy hiszem, hogy ez egy kényelmesebb és egy sokkal jobb szolgáltatást, odafigyelést, törődést kapnak majd a város lakói és segítségnyújtás minden területen. Leleszi Tibor azt is elmondta, a posta felújításával Kisvárda szinte valamennyi középülete megújult az utóbbi években a bíróság kivételével, de szerinte ez is hamarosan korszerűsödhet majd.